Na hát akkor beszéljünk erről, vajon néhány hét alatt meg lehet tanítani mesterfokon táncolni valakit, aki korábban sohasem táncolt? Nem sokára ki fog derülni. Hamarosan, ahogy hallhatták, elstartol ugyanis a Dancing with the Stars, a TV2 legújabb lehengerlő táncos élő show-ja. Ez idáig mind a versenyzők, a zsűri, de még a műsorvezetők személyét is a legnagyobb titok övezte. A Sztárban Sztár hétvégi adásában azonban végre erről is lehúlt a lepel. Megismerhettük a világsztárt, akiért egy ország rajongott a 2000-es években, és aki most ismét a tévé elé ülteti majd Magyarországot, ezúttal versenyzőként. A Paula és Paulina című nagy sikerű szappanopera főszereplője Gabriela Spanik még azt is elárulta nekünk, hogy meddig szeretne eljutni a versenybe. Egy óriási csapatkiáltással ujjonganak a Dancing with the Stars szereplői. A hetek óta tartó titkolózás végre véget ért, és a 12 páros a Sztárban Sztár élő showjában debütálhatott. A nemzetközi sikerű táncos show műsorban népszerű hírességek profi táncpartnereikkel állnak majd színpadra, hogy hétről hétre kápráztassák el a nézőket. Pásztor Annának régi vágya vált valóra azzal, hogy az éneklés helyett most a tánc tudását mutathatja meg. Én valaha, még a dinoszauruszok korában én szerettem volna táncos lenni. Viszonylag későn találtam ki, olyan 20 éves voltam már, amikor kitaláltam, hogy táncolni szeretnék, és ugye mint mindent hedonistaként zabáltam a táncot is. És úgy nagyjából 3 évet tartott ki a térdem, és utána felmondta a szolgálatot, de addigra szépen lépkedtem föl a táncos lépcsőn, és utána hirtelen zuhanással ott találtam magamat egy rockzenekar élén. A versenyzők már elkezdtek próbálni, hiszen sztárjaink nem a tánc tudásukról híresek. Így van ezzel Noszály Sándor is, aki saját bevallása szerint nem épp a parkett ördöge, partnere szerint azonban szépen fejlődik. Nem is azt mondom, hogy mozdulatok, hanem egy kis koreográfia részlet, ami több lépésből áll, azok nehezebbek nyilván, de mindenkinek, és ahhoz egy icipicivel több időre van szükségünk, de azok is már mennek szépen. Nehezen tanulok, de lassan, azt szoktam mondani. Habár Sándor még messze áll a profi táncos címtől, a mozgás iránti szeretete sokat segít neki a fejlődésben, akár csak Horváth Tamásnak. Az énekes ugyanis imád táncolni, és csak remélni tudja, hogy ez majd a színpadon is átjön a nézőknek. Leginkább profi partnerének szeretne bizonyítani, és azt mondja, soha nem fogja elfelejteni az első táncpróbájukat. Ez olyan szintű test koordinációt igényel, hogy az első próba után én konkrétan, mint egy idős bácsi, görnyedve hazamentem, lefeküdni alig tudtam, de nyilván ezt kifele nem mutattam. Óriási megterhelés, sok versenyen vettem már részt, és kijelentettem, hogy ilyen kihívással még soha nem szembesültem. És a 12. párosunk, Gabriela Spanik és Andrej Mandra! A Táncparkette mutatja meg tudását a Paula és Paulina sztárja is, aki több mint 1 milliárd telenovella rajongó ismer a világon, Gabriela Spanik. Magyarországon először a TV2-nek sikerült világsztárt meghívni a show műsorába, aki versenyzőként áll majd a zsűri és a nézők elé. Mindketten azt reméljük, hogy a döntőig eljutunk. Nagyon jó párom van Andrej személyében, úgyhogy remélem sikerül a döntőig eljutnunk. A venezuelai színésznő érkezéséről még versenytársai sem tudtak, így nem csak az országnak okozott meglepetést, amikor kiderült, hogy ő is a parketre lép majd. Három hete érkeztünk Magyarországra, eddig inkognitóban voltunk, de nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Partnerével hatalmas az összhang közöttük, a több nyelven is beszélő erdélyi táncos Andrej azt is elárulta, hogy mennyire alázatosan áll a tánchoz és a versenyhez. Az én párom nagyon jó táncos, úgy mondhatom, mert nagyon jó ritmusa van, nagyon jól érzi a zenét, és minden nap azt akarja, hogy minden jobban menjen, minden lépés jobban tudjon, és hogy igen, mikor befejezzük ezt a tévéshowt, egy táncos legyen, egy igazi táncos legyen. Gabriela érkezésén felül egy másik meglepetéssel is készültek a műsor készítői. Stúl András mellett Lékai Kis Ramona lesz a házigazdája az ősz legnagyobb szabású show műsorának. Akár hiszik, akár nem, hölgyeim és uraim, nem hogy Tilla nem tudta, hogy ki lesz a műsorvezető társam a Dancing with the Stars-ba, hanem én magam sem, sőt, senki itt a stúdióban.
Engedjék meg, hogy bemutassam a Dancing with the Stars műsorvezetőjét, Lékai Kis Ramona! Ördög Nóra pedig egy egészen új szerepben próbálhatja ki magát, hiszen a versenyző konferálása helyett most pontoznia kell őket. A műsorvezető korábban versenytáncolt, így konkrét elképzelése volt arról, milyen zsűri szeretne lenni. Ez azonban egy másodperc alatt megváltozott. Én azt gondoltam, hogy majd egy ilyen nagyon, nagyon korrekt, őszinte, frankó zsűritag leszek, aki tényleg értékén kezeli a produkciókat, és azért nem leszek egy ilyen elfolyós, szétcukiskodós zsűritag, mert végülis azért itt ők is beletesznek ebbe energiát és munkát, tehát nyilván elvárnak ezért cserébe egy korrekt és hiteles vélemény. De megláttam így együtt ezt a fantasztikus csapatot, urrá lett mindenkin ez a hangulat, pukkantak a konfettik, és én voltam a leglelkesebb kis nem tudom, szurkoló ott a padon. A négy fő zsűriben foglal helyet Schiffer Miklós is. A stílus és az elegancia magyarországi nagykövete. Miklós szerint ebben a műsorban nem elég bohóckodni a versenyzőknek, ő ugyanis a fejlődésüket fogja értékelni. Én nagyon fogom értékelni azt, hogy valaki, akinek a tánc az nem az élete és nem a professzionálja, hogy az mit fog magából kihozni. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy egyébként, ez, hogy az embernek ezt hogy kell megfognia, de nyilvánvalóan azért ez mégiscsak egy táncverseny. Tehát a zsűrinek azt kell nézni, hogy ki az, aki fejlődik, ki az, aki sokat tesz bele. A versenyzőknek tehát nem lesz könnyű dolguk. Nem csoda, hogy a csillogó szemek és a fülig érő mosolyok mögött egy kicsi izgatottak is a versenyzők. A Dancing with the Stars már több mint 50 ország nézőit hódította meg, és hamarosan a magyar közönség előtt is bemutatkozik. A Dancing with the Stars a világ egyik legsikeresebb show műsora. Magyarország az 59. ország, amely ezt a nemzetközi formátumot műsorra tűzi. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon beszédes szám, hogy ennek a műsornak 400 különböző évadja volt a világban, és több mint 4000 produkció készült. Nálunk is hétről hétre lesznek igazán elképesztően látványos alakítások, ahol a ruha, a kellékek, a díszlet, a háttér mind egyedileg lesz összerakva. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki a TV2-t nézi, az igazán egy nagyon nagyszabású showműsort fog látni. Egy biztos, elképesztő ruhaköltemények, kifulladásig gyakorló sztárokból és nagyszabású produkciókból nem lesz hiány a Dancing with the Stars hamarosan képernyőre kerülő első élő showjában.